aztok, Felcsődj, az, ez a szemétláda szar... köcsökség! Igen, a Youtube-ról beszélek. Hogy nem értem, hogy a cégnek mi a jó abba, hogy folyamatosan elbassza az egész céget. Vagy én nem tudom mi az, de hogy hózi her, hogy di direkt csinálják. Szerintem direkt csinálják azt, hogy folyamatosan szarságokat csinálnak. Egyfolytában úgy kinézett, egyfolytában átláthatatlan dolgok, mindent eldugnak. Most azért vagyok így felháborodva, mert... Ö... Fölraktam egy videót a Bajosok Infiltről. Ezért a köcsög YouTube szerzői baszást kaptam. Ami annyit tesz, hogy fél évig itt szavam a rezet, azért, mert én honnan tudjam, hogy valami ennyire jogvédett. Jó, lehet, hogy azért volt, mert megint is előtt raktam fel a videót, de könyörgöm, nem lehet az beleprogramozni már a YouTube-ba, nem, 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 nem tudnak kialakítani egy rendszert, ami mi nem szól? Feltöltesz egy videót, és mielőtt felraknád, ő szól, hogy a Take, take Two Games szerzői jog követelése miatt el fogja távolítani a videódat, ha továbbra is fenntartod. Ezt mi nem lehet kiírni. Oké, okay, rámegyek, hogy egy elfogadom, akkor valóban törlése kerül, és megbasz, mint most. Vagy nem fogadom el, letörlése kerül, és mindenki boldog. Nem, én, én nekem fejből kéne tudnom az összes jogvédet, a jogszabályt, a... mindent kéne tudom fejből, hogy ne legyen -e ilyen hiba. Oké, okay, letöröltem a videót, de ugyanúgy szarik bele az egész YouTube, mert ugyanúgy itt van. Megkaptam az első figyelmeztetést. Három után letörli a csatornámat. Egy, ö, nem csinálhatok mi, nem lebezhetek föl. Másrészt, nem, izé, ö, külső kommentárok nincsenek, nem használhatok live-ot, az van most, hogy én nem vagyok megbízható. Vagy ennek fél éve a lejárási ideje, vagy. És akkor ez sincs az átbarágva, hanem ma nem is tudom, hogy jutottam el, hogy szerzőgi jogi megjegyzés, aztán abba belementem, meg bele, és 20, igen, ennyi, 33 idom van, megszámoltam, ami a harmadik féltől származó, de ami, ami még elfogadható. Oké. Okay. Ezt is aláírom, hogy ez még, ez jó volt, hogy mégsem, mégsem volt az állapotom. De az, hogy nem szól. És ilyen köcsökséget csinál, ráadásul le is törlöm a videót, de akkor is még megbüntet fél évre. A, és ezt és nem értem, hogy ez, ez mi. Ráadásul ez is hogy van kitalálva. Jó, tudom, hogy erről már csináltak videót, meg most nem is ezt akarom fikázni, de az, hogy az, hogy ennyi. Egy alapvető kis program. Mi is kell nagy programozás tudás ahhoz, hogy ide dobja ki a feliratkozó. És a főoldalra. Nem itt, itt. Ez nekik nem lenne jobb. Nem lenne jobb a Youtube-nak, hogyha több nézője lenne? Nem lenne jobb akkor, hogyha mindenki elégedett lenne? Nem. Ők a hülye kinézettel, meg a minden szarra el akarják direkt cseszni. Tudjátok miért csinálja ezt? Azért, mert tudja, a Youtube nagyon jól tudja, hogy most már mindenki Youtube függő. Tehát akárhogy néz ki a Youtube, akármilyen szar, akárhogy elcseszik, akkor is tudják, hogy a Youtube már fontos lett. Minden ott nézett, tényleg szinte. Ha van neted, akkor egyértelmű, hogy YouTube-ra egyszer föltévedsz. És tudják, hogy ez, hogy meg vagy kötve. És bármit csinálnak, neked úgyis el kell fogadnod, igazából ez, a, ez azért is van. Aztán most, veled, most jöttem rá arra, hogy valóban vannak partnerek, akiknél beadja a YouTube, hogy ez az új kinézet, meg mit tudom én, és a és az angol partnerek is úgy állítják be, hogy jó nézzétek, új, új izén van, hogy több pozitívnak hason az egész, aztán később meg mi lesz, mindenkinek kötelező lesz az új design. Jó, visszakaptam a feliratkozó számomat, ezt most vettem észre egyébként, ebbe a másodpercbe, ez eltűnt három napig. Akkor láthattam a feliratkozóimat, mert ugye most már ez is egy új opció, az irányítópult, amin van lila fogalmas nincs, hogy mi értelme van. Oké, okay, látom a videó jellemzés, meg ilyeneket. De ezt a videó ele... Akkor minek van elemzés menü? Oké. Okay. És akkor itt van videók. Hm. Értem, hát ott vannak a videóim. Hát... Akkor minek van videókezelő? Oké. Okay. Aztán... Javaslatok. Itt fognak megint a csatorna javaslatok. Jó. Ezt mi mit csináljak veled? Oké, okay, megjegyzések aki hogy, hogy mi. De nekik annyira felesleges az oldal, minek? Oké, okay, újat akarok. Hát videókat, új, hát az már itt van már hozzáadva a fő hogy újdonságok. Hú, és akkor most ezt tegyem ki. De ennek mi értelme van ezek az egész szarnak? Semmi értelme. Eddig itt láthattam a feliratkozó számot, de hál' istennek visszarakták már azt is, akartam mondani, hogy nekik miért volt rossz az, hogy itt a feliratkozót lehetett látni mindenkinek. Olyan jó, szépen itt van, mindenki látja. Akármilyen csatornára mész, ott lehet látni, hogy kinek mi a feliratkozója. Ennél Még az, hogy régebben is szép volt, saját dizájn csináltad, de akkor miért nem csinálják? azt, hogy akkor olyan kinézetet adhatsz magadnak, amit akarsz, mert, mert már tényleg semmiben nem tartana az, hogy egy olyan programot vagy felületet létrehozni, mint egy rendes weboldalad lenne, hogy tényleg szerkezheted, menüket rakhatnál ide ki, plusz videó kategóriákat, ha akarod, balra rakod a lejátszási listát. Sokkal jobban hatna, hogy mindenkinek olyan legyen a Youtube, hogy egyedi. De nem, hanem vannak ilyen alap amiket basszál azt, kész. Például, Machine Ennek még a régi van. Ráadásul azt sem értem, mert így, így most fél évre megcsösszett, így lehet, hogy még a Masiminia is rám fog szállni, hogy nem vagyok okés. És akkor... Ne, nem tudok bízni a Youtube-ban, mert most már, most már attól fogok félni, hogy felrakok valamit, és akkor megvan a második... Mi az figyelmeztetésem? Ez nem fair. Mi nem lehet de olyan milliomosok, baz meg, olyan teli vannak pénzzel, mert szerintem nem tudják hova költeni azt a mennyiségű pénzt, ami bejön nekik bevételből, és nem tudnak kialakítani egy olyan rendszert, hogy még mielőtt felraknád, figyelmeztet, hogy ez jogvédett lesz. Mert ha YouTube képes azt felismerni, hogy ez jogvédett, akkor nem tudom, miért nem tud szólni előre? A másik dolog, olyan rendszert kialakítottak, hogy tényleg, ha én megfogom, ha azt akarom, hogy ne legyen ez a videó, csak itt legyen, tényleg le legyen jogvédete, vagy valami, az automatikusan, ha feltöltötte már a videót, tehát már van egy ilyen rendszer, hogyha te feltöltöd az én videómat, akkor ő ellenőrzi a képet is, meg a hangot is. Így szokta felismerni, hogy, hogy ö, jogvédette vagy nem. Ha én azt mondom, hogy ez nem publikus ez a videó, és nálad érzékeli azt, hogy ez az én hangom, akkor automatikusan hirdetést ad ki, sőt én választhatom meg, hogy azonnal abban az országba le legyen átítva, vagy le legyen törölve. Ha egy ilyen rendszer már ilyen automatikus, hogy tényleg egy apró kis szene van a videóban, és már észreveszi, hogy ez kitől van, akkor még nem lehet szólni magának a feltöltőnek, akiből elvileg él a YouTube, hogy bazd meg ez, ez, fel, ez ha felrakod, akkor válad a következményeit. Mert semmiben nem tartott, letöröltem a videót, de egyrészt szívtam vele egy napot, jó, amúgy is szívtam volna, hogyha szól a YouTube, de legalább korrekten el, el van ez döntve. Nem ilyen szarköcsög módon. És ráderöltet mindent. Akármit újít, mindent ráderöltet. Azt vagy megszokod, vagy megszöksz. Ezt ugyanaz van nézőkkel. És azt, hogy kibasznak a nézőkkel is, meg a feltöltőkkel is, hogy ilyen hülyeségeket nem tudnak megcsinálni, hogy ide rakja ki az embert, bazd meg. Mint ahogy eddig. Ha valami működött eddig, akkor azt mi nem lehet továbbra is hozni. Ne. Mert nagy nagyon nagy programozási készség kellett volna, hogy ide dobja az embert. Mivel úgyis ez a lényeg, nem? Ráadásul a másik dolog, hogy ha csinálsz egy jó Youtube-ot, lehet, hogy ez már, ez remélem most már ez nincs így, ha csinálsz egy új YouTube csatornát, automatikusan fel leszel iratkozva Freddy d re hozzám a Hörbire re is fel iratkozva, a Simonra, a Dumaragura, úgyhogy gondolom Tirexire, rex tehát a nagyokra automatikusan feliratkozik. Ezért fel voltam háborodva, mert más lehet örülni neki, én viszont nem örülök neki. Ez ö, elvileg 10-ből 7 alkalom, tehát hogyha 10-ből 7-szer csinálsz, egy YouTube akkontot, akkor elvileg automatikusan hozzánk fel lesz iratkozva. És ennek én azért nem örülök, mert mert nem akarom, hogy az emberek rámerőltessék. Mert nem akarom ráerőltetni magamat az emberre. Másrészt meg így, így úgy érzem, hogy nem önerőből megy a csatorna feljebb, hanem azért, mert a YouTube így van megcsinálva. Erről nem tudom, hogy mennyire igaz, ezt. Ö, ezt. Egy valaki mondta, hogy ez, ez le lett tesztelve, hogy most, tehát, hogy pont azt javították ki, vagy ez egy bug volt, vagy ez egy szándékos dolog, hogy, hogy automatikusan feliratkozik a nagyokra. Ez szerintem se fel, és én se tolerálom, mert nekem se esik jól, hogy ilyen hülyeségek történnek, mert nem... Azt akarom, hogy ez a szám azért legyen, mert én videózok, ne azért, mert a YouTube-izé az új felhasználókat le akarja kötni valahogy. Úgyhogy jó lenne, hogyha több ember is ezt lett tesztelni, és visszajelezze nekem, hogy ez valóban így van, vagy ez csak egy átmeni állapot volt, vagy ez kamu, vagy valami. Mert, mert, mert nekem is jobb, hogy ez a 27900, ez azért van, mert én videóztam, nem azért, mert a Youtube engem izélt föltöl. De ez a mostanában van. Mert a nézettség ugyanúgy nő, tehát én, én azt vettem észre, hogyha ha egy nap van 30 ezer nézettségem, akkor az napon 300 feliratkozom. Ha van 20 ezer nézettségem egy nap, akkor a feliratkozom száma csak 100. Tehát remélem, hogy az a 100 az azért van, mert önszántúból feliratkoztak, nem az, hogy fel van, de mindegy, ezt már túragozom. A lényeg az, hogy köcsög a Youtube, és nem ad mindent a szádba, mindenki súgó, kis szar, el van linkelve, Rámész egy oldalra, azon az oldalon van két link, arra rámész, hogy bejön még egy oldalra, és oda írja le, hogy mit kell csinálni. Ha azt akarod, hogy ne basszon meg fél évre ez a szarköcsök szemétláda, akkor fogod, isz a copyright kukacyoutubecom nak egy három soros izét, hogy, hogy ott is volt maga a szöveg, ki kell másolnod, hogy én ezt a videót letöröltem, elkülded azt a linket, mert ők nekik megvan, hogy melyik link milyen jogvédet, alatta meg alá kell írnod digitálisan. És ez, ezt is mire elbírálják, meg izéhozé. és ez, ezt ez miért nem lehet egyből a szád barágni? Miért kell neked utána járnod? Nem úgy kéne? Hogy, hogy egyből itt van, hogy csatorna beállítások? itt, és akkor itt van az uh, YouTube fiók, hogy uh, ez eltávolítással kapcsolatban ide kell rákattintani. Oké, okay, rákattolsz. Bejön ez. a fogalma sincs, hogy miért ez jön be? Hát látod, hogy mik voltak ezek eddig. Akkor, plusz még, uh, mik vannak még? Szerzőjogi tanács. Valaki értesített minket, hogy a videó sérti a szerzői jogait. Ki? Jó, és akkor itt, és akkor ezt még fordítasd le, és akkor adott védelmi panasz ellenkereslet. Nem, nem, az, valahogy már rátaláltam, a fogalma sincs, hogy. Az is nagy csoda volt, hogy megtaláltam. Nem ez volt. És akkor Barkó bász ki, nem az, hogy ide adja, hogy mit kell csinálnod. Minek? Ez se az. Magyar oldal volt, emlékszem. Ma fogalmam sincs. Szerzői jogi tanács. Nem ez. Tudom, hogy az angol volt, ahol kiadott. Milyen hülyeségeket? Szarakodjál hülye jogvédettséggel, amikor szinte... Na itt van. Nem tudom, hogy találtam ezt meg. Így uh, itt van. Szerzői jogi panaszok miatt eltávolítva a videók. Eltávolítva. Oké. Okay. Ha a videó szerzői jogi panaszok miatt került eltávolítva, és a fiókod egy szerzői figyelmezésben részesül. Megtörtént. A videó törlése ellenére is figyelmeztetésben lesz részed. Tehát köcsögök. Számos mondja a szerzői jogi figyelmeztetés feloldásának. Tehát arra nem, nem az kirakja ide. Nem. Ide. Menjél rá, találjál rá valahogy erre az oldalra, hogy én most valahogy egy angol oldal által. És akkor itt van, távolítja a tartalmat, ahhoz eltávolítása kérelmet kell. Tehát még ez se adja, hogy ezt is egy külön oldalon, oké? Okay. Na, hm, aha. Mi volt még itt? Ja igen, várhatsz 6 hónapot a figyelmeztetés lejárás, vagy figyelmeztetés elvégezhet a szerzőjegy iskolát. Ezt egyből el kellett végeznem. Három kérdés van. Azt el kell találnod, hogy, hogy átmész vagy nem. Abban nagyon egyszerű. És akkor megkérheted a videó elleni keresed begyújt, személyt, begyújtó személyt, a vonatkozó keres, oké, rámész, viszont, na, és akkor ez kell. Küldened kell erre az e-mail címre egy ilyet, el, el, kell küldened ezt a szöveget, ami azt jelenti, hogy ezen a viszonyon a követés szerzők megsértése. Oké. Teljesen specifikus URL-be. Oké, tehát el kell küldened azt, az, azt a URL-t, ami ami a videó volt, azt meg e-mailben megkapod. És alá kell írni. És ez nekem négy oldalba került, hogy erre rátaláljak valami utómódon. módon. Nem az, hogy a pofádba nyomja. Egyből, de egyértelmű nem, ha az ember valami ilyen éri, ezt valahogy meg akarja oldani. És az, hogy ezt megoldja, nem az, hogy a szádba kéne rágni. Na hol érdekem a sajtó és a blog most? Komolyan. Ez, ez nagyobb figyelmet ad, mint az, hogy ha ilyen van, akkor mi a teendő. Nem? A partnerek bezzeg itt vannak, meg minden hülyeség, meg a programok. Lószarsink felének bekamtő partner. Hát. Azt jelenti, és jó, ízé, behetetik az ember, jó, legyen YouTube partner. Azt nagy ló, szarakodni kell azzal is. Na mindegy. Sziasztok.